Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a következő Stumble Guys-osú videómmal. Ebben a videóban folytatjuk a Candy Chase eventet, ahol most szeretném megszerezni a sárga gumimacit, amit ugye a Rabbids-es eventtel is meg tudunk szerezni, úgyhogy gyűjtsük együtt a WC keféket. Remélhetőleg nem használt WC keféket fogunk gyűjtögetni. Viszont én a skinemet átváltom, csak meg akartam mutatni, hogy a kék gumimacival már megvagyunk, úgyhogy ha esetleg az arról szóló videót még nem láttátok, fönt az i-betűre kattintva be tudjátok pótolni, meg egyébként sok más játékkal is játszok. A Stumble Guys-on kívül, de a Stumble Guys-ot is eléggé sokszor szoktuk nyomatni. Na de akkor én azt mondom, hogy változtassunk skint, és hát ugye továbbra is büntetem magamat Brünnhildával, úgyhogy Barbara egyébként a neve, a Brünnhilda jobban illik, nem? Továbbra is. Na de, Return of the Rabbids, és akkor itt kellene nekünk összegyűjteni 1000 darab WC kefét. Hát 100-at kapunk, ha nyerünk, 50-et, hogyha a harmadik körig eljutunk, úgyhogy ez is fájdalmas lesz, tehát azért itt is szerintem legalább lesz egy óra, ameddig ki tudjuk majd ezt farmolni, de közben haladunk a Battle Pass-szal is, szóval abszolút nem bánom, mert ugye a harmadik medve bocst, a pirosat, azt úgy tudjuk majd megszerezni, hogyha kimaxoljuk a Battle Pass-t. Yay! Arra legalább azért van bőven idő, viszont ez a Rabbids-es event ez nem tart olyan sokáig, úgyhogy igyekszem ezt is kifarmolni itt ebben a videóban, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz majd a végén az a kapibara, az az áhított kapibara, ami mondom, nekem nem a top skin, amit szeretnék megszerezni ebben a játékban, hiszen az Anubis, de ettől függetlenül azért, ha már vannak ilyen eventek, akkor jó lenne őket teljesíteni, és végül is arról szólnak ezek, hogy játszunk is közben a játékkal, úgyhogy én csak élvezem ezeket. Első körön túl jutottunk. Meg egy kicsit jól is esik egyébként az, hogy itt változatosabbak lesznek azért a pályák, ott volt egy kreátor, aki kiesett. Kérdezte egyébként valaki kommentben, hogy miért nem vagyok Stumble Guys-os kreátor. Jelentkeztem egyébként kreátornak, de sajnos még nem válaszoltak. Hát majd eldől, hogy egyszer kapok-e vagy sem. Ha nem kapok, én akkor se leszek igazából szomorú, mert ha jól tudom, csak gemeket kapnak pluszban. De jelentkeztem, úgyhogy lehet egyszer majd az leszek, ha meg nem, akkor meg így jártam. De nem ezen múlik szerintem az, hogy az ember mennyire élvezi a játékot. Na, sok rugdos hús van. Nem fogom szeretni ezt a részét. Oké. 3/8, 4/8. Egész jó helyen vagyok, és bejutottunk. És hát akkor 80 maradtunk. Ez már 50. 50 WC kefe minimum. Ó, lézerdes, ez az. Egyébként tornamentbe lehetett menni blogdest is, viszont oda drágább volt a jelentkezés. Szóval, ha esetleg jött olyan kérdés, még azt a videót nem raktam ki, hogy miért a cápás pályát toltam, amikor volt blogdest is, amiben tudtam volna ugye haladni, igazából annyi az oka, hogy oda drágább volt a jelentkezés, és nyilván, ha többet bukok, akkor azért az úgy fájdalmasabb tud lenni. Úgyhogy azért mentem a cápásat. Meg hát most látjátok azért, így is lehet ezt tolni. Ó, te jó ég. Jó, hát első körnek szerintem azért annyira ez nem volt vészes. Kaptam 50 WC kefét, 1500 XP-t. Na nézzük akkor a következő kört. Remélhetőleg itt majd jobban tudunk keféket gyűjteni, hogy aztán jól... Na mindegy, Laser Tracer, és azt nézem, hogy wow! Itt be is tudjuk gyűjteni ezeket a szép WC keféket. Egyébként vattacukorra hasonlítanak, szóval akár lehetnének ezek vattacukrok is. Ha az ember elég kreatív és nem akar egy WC kefét elképzelni, amit amúgy... Na értitek, szóval azért azt nem annyira jó. Belegondolni se, hogy neked ezt kell gyűjtögetni, fogdosni, ilyesmi. Jó, tovább jutottunk. Sky Rocket Royale. LOL. Ilyet még nem is láttam. De menő. WC keféket kell gyűjteni. Na, ez tetszik. Ott pont elhagytam egyet amúgy. Na, nem baj. Tizedik vagyok. Az nem jó. Hogy gyűjtött valaki olyan sokat össze? Itt van egy pár. És mennyit kellene összegyűjtenem ahhoz, hogy... Ezt megnyerjem, vajon? Ahogy itt fönt pattogva is lehet gyűjtögetni. Nem szeretnék leesni, mert nem tudom mi van, hogyha leesek. Így közben így lehet egymást lövöldözni. Á! Milyen kedves. Az az enyém! Én WC kefém! Menj innen! Jaj, ötödik vagyok. Az nem jó, az nem jó. Mondom, hogyha ez esetleg végjáték, mert annyian kiléptek. Wow! Hova pattogok? Azt se tudom, mi történik. Haha! Ha! Ú, ezt most biztos eszi az ideg. Ne, leestem.
Jó, újra spawnolok, úgyhogy olyan nagy baj, abból sincsen, de... De 9. Viszont van 3, szerintem ezzel jól be tudom hozni a lemaradásomat. Ha... Íh, ez gonosz volt, ez gonosz volt. Begyűjtött előlem a medve, bocs! Elmáltak, azt is sikerült ott összeszedni. Ne! De itt van megint. Jó, 7, 6. Azt a mindenit! Csak megyek össze-vissza, esek, kelek. Hát ez nem volt szép. Tudom, úgy vannak ilyen izék? Értékesebbek? Mit tudom én, arany WC kefe, és akkor az 5-öt ér? Szokott általában ilyen lenni az ilyen játékokban, ami egyel mondjuk értékesebb. Hát remélem be fogok jutni. Jó, qualified. És megint visszatértünk amúgy ez a bombás pályához, amin körülbelül egy órát töltöttem az előző videóban, csak ott ugye akkor cápákat dobáltak ránk, nem bombákat. De már ilyen rángásaim vannak, amikor meglátom ezt. Most kell egy kis pihi ebből a pályából mindenféleképpen, mert na. Brünnhilda menni fog! Én hiszek benned! Ez az árnyékember meg boxos. Ő nagyon kemény. Mondjuk a másik is, ahogy látom, a medvebocs dobálja a banánokat, aha. Húha, hárman maradtunk. Ne. Azok mindjárt elintézik egymást, remélhetőleg. Ők még ott vannak fönt. Ujjaj. Az ott beleesett. És már csak ő van. Ajaj. Kezdenek fogyni itt a platformok. De legalább itt nem érhet hozzám. Hú, ez az! Megnyertük! Ez az! Hú, egy újabb győzelem Brünnhildával, a csodálatos buvárasszonnyal. El se hiszem. Na! Végre! Plusz egy korona, plusz 100 WC kefe, plusz 31, 131 WC kefét begyűjtöttünk. De azt hiszem a shopba lehet megnézni ugye a macit. 1000 WC kefe kell, és 352-nk van, úgyhogy azért még kell játszani. De, ja. Kicsit egyszerűbb ez az event része. De szerintem bejutok. Hát, ez az, jó. Hárman már kiestek. 4-en. Haladunk. Itt a szélét pont letörtem. De hát amúgy ezt... Igen, szóval... Ájj! Pedig annyira fel akartam odaugrani. Egyből erre is át lehet ugrani. Cseles. Kiskutya! Itt volt velünk kiskutya! Drága kiskutyánk! Tartsunk össze együtt, kiskutyák! Ott van, kiskutya! Meg Andris, egyre több magyar van. Érződik, hogy elkezdődött a nyári szünet, hogy kettőkor már mindenki a StumbleGuys-t nyomja. 1/8, nem nagyon akarnak egyenlőre kiesni itt a srácok. Jaj, ne. Ne. Oj! Kiestünk. Van 514 WC kefénk. Ami azért már eléggé jó, a felén már túl vagyunk. Kíváncsi vagyok egyébként, hogyha az életben lenne ennyi WC kefétek. Mit kezdenétek vele? Őszintén szólva én nem tudom. Lehet, hogy csinálnék egy WC kefe kisboltot, ahol csodaszámba lehetne mindenféle WC kefét venni, mondjuk unikornisosat, meg cseresznyéset, mert hogy amúgy van ilyen, a hideg kirázt tőle. Ez a WC kefe dolog, ez továbbra is ilyen. Miért? Na, Lava Land! Na, ez jó pálya, ezt szeressük. Na, neki is megvan már az a Make It Rain. Oh! Penész az, gondolom így verte otthon magát, és... Végjáték következik, kérem szépen. Nem sikerült. Csak az az egy. És én vagyok az az egy! Nem, bejutottam. Lol. Na, kövi pálya. Csak ne a lávásod. Jó, bejutottunk, 3. kör. Ezt szeretem, ebben már nyertem többször is. Ez jó.
Aztán majd meglátjuk, hogy most mennyire fog menni. De ahogy látom, itt se lesz egyszerű dolgunk. Mert mindenki megtesz mindent azért, hogy ő nyerjen. Próbálok minél távolabb maradni amúgy a játékosoktól. Mondom, ez a Stumble Guys, ez egy kicsit ilyen Covid szimulátor ezekkel a special emotokkal, hogy így próbálom megtartani a másfél métert mindenkitől. És csomószor amúgy azért bukom el, mert inkább a játékosokra figyelek, mint sem az akadályokra. Ne! Hát kiestünk. Mennyit kaptunk így? 53-at. Az elég jó, mert hogy ha minden igaz, akkor 955 van. Tehát 45 darab WC kefe kellene, és meg lenne a gumimaci. Ott van az a csodálatos Pineapple Bear. Az ananászos gumimaci, ami egyébként epicnek számít. Hú, hát azért a többért még többet kell farmolni, azt a mindenit. Mondjuk ez a Diamond Rabbit skin is jól néz ki, de hát annyit kifarmolni, azért az kemény. Na, begyűjtjük a gemeket is. És azt mondom, hogy egyébként a Battle Passból is azért még van bőven hátra. Tehát a Battle Pass felénél járok kb. 16-os szinten vagyok. Pont nem látjátok, de 16-os szinten vagyok. Úgyhogy azért lesz itt még bőven Stumble Guys-os tartalom. Ezt a Battle Pass-t most mindenféleképpen ki akarom pörgetni. Vagy Stumble Pass-t, mindig Battle Pass-t mondok, mert az az igazság, hogy szabadidőmben legtöbbet inkább kodozok, meg warzone-ozok, úgyhogy ott meg ugye a Battle Pass van. Szóval sorry! Húha. Most lehetne amúgy jól gyűjtögetni a WC-keféket, de lehet inkább arra kéne menni, hogy bent maradjunk. Aztán lehet, hogy esélytelen, mert valakinek büdös a lába. Júj. Oda kellene átugrani. Jó, túljutottunk. Még a büdös lábúak se tartottak fel minket. Na! Rossz emlékek előtörtek. De bízok benne, hogy most nem fogunk olyan rosszul járni, mint az előbb. Mondjuk ebbe a csontvázba abszolút nem bízok. Nö! Na látod, ezért mondom. Háskacok, mentem néhány kört, de azok kritikán aluliak voltak, úgyhogy nem szívesen vágnám be őket a videóba. Viszont sikerült itt szintet lépnünk, úgyhogy kaptunk még 120 darab kefét. És így elméletileg már meg is tudom venni itt a shopban a gumimacit, mert hogy van 1143-am. Úgyhogy megvan a Pineapple Bear-ünk is. Úgyhogy már megvan a kék, megvan a sárga, és ha minden igaz, akkor már csak a piros várat magára, ami itt van ugye a Battle Pass-nak a leges legvégén. Úgyhogy egyel közelebb kerültünk megint ahhoz, hogy meglegyen a gumikapibaránk. Videóban szeretném majd a Battle Pass-t is teljesíteni, úgyhogy lesz majd arról is videó, amikor meg lesz az egész. Viszont szerintem ez most itt ennyi lett volna. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem jól éreztétek magatokat. Ha szeretnétek még Stumble Guys-os tartalmakat, akkor mindenféleképpen kövessétek be a csatornámat, illetve dobjatok erre a videóra egy lájkot. Andi voltam, sziasztok!